Az országban egyedülálló programként 1995-ben az akkori polgármester Pataki Sándor Ákos szervezte meg első alkalommal a tarcali napokat. Neki köszönhetik a településen élők, hogy 26 esztendeje útjára indult ez a színvonalas rendezvény a községben. Azóta újra július utolsó hétvégéje a tarcali napok rendezvénysorozatnak az időpontja, és azóta tarcali napok újra a neve is ennek a sorozatnak. A település névadójának tiszteletére futóversenyt is rendeztek tarcalvezér szobrától az Áldó Krisztus szoborig. Idén 25-en neveztek be, hogy teljesítsék a 3,5 kilométeres távot. Azért azt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy a rövid pálya 100 méteres szintkülönbség miatt bizonyult nehéznek. Tarcalvezér szobránál az emlékezők tiszteletük jeleként koszorút helyeztek el, majd Butta László polgármester pisztolylövéssel indította el a versenyzőket. A célban frissítővel várták a futókat, és mindenki kapott egy kitűzőt a megmérettetésen való részvételért. A célba elsőként Bényei Szilárd érkezett be 13.58-as időeredménnyel. A Vinnai dűlőben valamikor leltek 4 sírt, amiből 3 egyszerű sír volt, a negyedik pedig, amikor feltárták, ott egy lócsontvázat is leltek, és egy emberi csontvázat, mellette íj, tegez, nyílmaradványokat, és egy talsói lemez, ami a Nemzeti Múzeumban őriznek azóta is, megállapították, hogy egy honfoglaláskori vezérnek a sírhelye található itt a településünkön, és ezért túlzó vezér volt ez a neve ennek a magasrangú tisztnek, és így alakult ki a tarca a név. Megpróbáltunk hagyományt teremteni ebből a futóversenyből is. Az Agora színpadán elsőként az óvodások léptek fel, akik népviseletbe öltözve mutatták be az alkalomra készített színvonalas produkciójukat. A legkisebbek után a tarcali hagyományőrző népdalkör lépett a színpadra, akik vidám hangulatú dalcsokrokkal kedveskedtek a népes közönségnek. A helyi TT-dance táncosok is színes ruhákba öltözve mutatták be gondos koreográfiájukat az érdeklődőknek, akik tapsal jutalmazták a fiatalok tehetségét. Ezt követően átadták az elismerő okleveleket és az ajándékbort a futóverseny résztvevőinek. A helyi fellépők után a Four Four Dance táncosainak produkciója következett. Az együttes 2004-ben azzal a céllal alakult meg, hogy az általuk nagy tiszteletben tartott magyar néptánc autentikus elemeit virtuóz ritmusjátékokkal tegyék izgalmasabbá. A táncos műsorszámok után a Balkán Fanatik zenekar szórakoztatta a tarcali napok rendezvényére kilátogatókat. A produkció célja a zenei kultúrák, stílusok megismertetése a hazai és a külföldi hallgatósággal, ezért dalaik több nyelven is megszólalnak. A tarcali napok július 24-én a községből elszármazottak délelőttjével folytatódott. A hatputtonyos borfalú rendezvénytermében Butta László polgármester ismertette az elmúlt 3 esztendőben megvalósított beruházásokat, amelyekkel tovább fejlődött a település. Siskáné Nagy Ilona tarcalon nőtt fel, oda járt iskolába, ott volt első áldozó, és a községben mondta ki a boldogító igent.
A 36 éve elszármazott Ilona örömét fejezte ki, hogy szerveznek az egykori tarcaliaknak ilyen rendezvényt, amely nagy összetartó erővel bír. Nagyon-nagyon fontos, és én már a harmadikon is, harmadikon is részt veszek. Nagyon fontosnak tartom, hogy visszanyúljunk a gyökerekhez. Én itt nevelkedtem, ide jártam általános iskolába, középiskolába, Nyíregyházán, aztán ugye főiskolára, ott is, és elszármaztam a mai Tiszaújvárosba, és amikor csak lehetőség van, én mindig visszajövök, ugyanis édesanyám még itt él, és mindig tudok a falubeliekről, esetleg akit még én ismerhetek, vagy a gyerekeikről, mert ugye már azért én is korosabb vagyok, tehát nem a legfiatalabb generáció, 32 éve, illetve most már 36 éve, hogy elkerültem Tiszaújvárosba, akkor a Leninvárosba, de azóta is havonta egyszer legalább jövünk, illetve hát telefonon tartjuk édesanyámmal a kapcsolatot, úgyhogy én sok mindenkiről tudok, és nagyon jó ilyenkor visszajönni ide, mert olyanokkal is találkozom, akivel egyébként soha. Tehát még amikor én hazajövök ide egy havonta, vagy két havonta, amikor sikerül, akkor sem biztos, hogy mindenkivel találkozom, mert nem akkor jönnek vissza. Sokan vannak itt olyanok, akiket most én is már láttam, akik esetleg tőlem idősebbek, akiknek már nem él a szüleik. Tehát se anyuka, se édesapa, se édesanya, esetleg a temetőbe jönnek haza évente kétszer-háromszor, és hát ugye nem biztos, hogy mindig tudunk találkozni olyan ismerősökkel, és akivel gyerekkorom óta tulajdonképpen ismerősök vagyunk. Az egykori elszármazott szívesen osztott meg stábunkkal olyan kedves emléket, ami a községben történt vele. Az iskolai emlékek tulajdonképpen, mert elég aktív voltam általános iskolás koromban, tehát versmondóként az összes falubeli ünnepségen, vagy más vállalatok által szervezett ünnepségeken szavaltam. Itt is volt énekkar az iskolában, ott is énekeltem. Igaz, hogy akkor még nem volt divat ennyire járni városokra, vagy különböző települések ünnepségeire, de mindig részt vettünk ilyen műsorokban, és ebben nagyon-nagyon szívesen, meg szavaló versenyekre jártam, nagyon sok versenyre. A járványhelyzet miatt az enyhítő intézkedések után kezdte meg a tarcali napok szervezését Györgyné Újvári Mária művelődés szervező segítőivel közösen. Olyan kétnapos programsorozattal készültek a helyieknek és a környező településen élőknek, amelyen minden korosztály megtalálhatta a neki megfelelő szórakozási lehetőséget. Ami a tavaly évben elmaradt tarcali napot, tulajdonképpen azt szerveztük le újonnan, de május végén, amikor kiderült, hogy lehet most már nagy rendezvényeket tartani, akkor szinte újból kellett mindent kezdeni, mert tehát tulajdonképpen a papírmunkától kezdve a telefonálgatásig minden új alapokra kellett, a 2021-es alapokra kellett építeni, úgyhogy bíztunk benne, hogy lesz, de nyilván a bizonytalanban már annyit szerveztünk, hogy inkább azt mondtuk, hogy igen, most már lehet, és akkor gőzerővel, viszont most már rengeteg programunk van, úgyhogy bárki ellátogat ide tarcalra, duskálhat a jobbnál jobb és szebb nézze programokban. De én úgy gondolom, hogy ahogy haladunk bele az estébe, egyre többen leszünk. A tegnapi nap is nagyon-nagyon jól sikerült. Nagyon sokan voltunk, és hát én úgy gondolom, hogy tarcali emberek is most már bátrak lesznek, és fognak jönni a rendezvényekre. A legkisebbek után a magyar nóták kedvelőire is gondoltak. Újvári Marika és Karcagi Nagy Zoltán ismert slágerekkel készült a népes közönségnek. A nóta énekes nagyon várta már, hogy a hosszú karantén időszak után találkozhasson a közönségével. Itt most egy másik oldalamat mutatom meg a tarcali embereknek, de tehát mi, mint előadók is ezt nagyon-nagyon várjuk, mert az előadó nincs közönség nélkül. Tehát mi ezt ugyanúgy várjuk, egyébként bármelyik fellépés, és hogyha egy nap három műsor van akár zsinórban, akkor is mindegyiket. És egy előadó arra is emlékszik, hogy hol járt, és mit énekelt, és kivel találkozott. Lehet, hogy elsőre nem most ugrik be minden, de azok az érzések és benyomások, azok visznek minket előrébb. És én azt gondolom, hogy a szeretet az az út, amin tudunk együtt előre menni, előadó is, meg hallgató is, mert ha a közönség befogadó, és érezzük azt, hogy kellünk, mert ha nem kellünk, az nagyon szomorú. Még ha családban is él az ember, lehet magányos, szokták mondani, és egy előadónak is az ad életet, az ad ihletet, hogy éljen a színpadon is, és boldog legyen a színpadon, hogyha
lehet, hogy 10 ember van a 10 ember a közösség, mert olyan is van, de tulajdonképpen az a 10 ember, ha már mi adtunk nekik valamit, és ez a 10 ember úgy ment haza, hogy fog arra emlékezni, hogy Újvári Marika énekelt neki, vagy bármelyik előadó művész, akkor már megérte. A Fortissimo együttes a gyerekműsora után a felnőtteket is megörvendeztette komoly zenei produkciójával. A formáció elsőként épített show elemeket a műsorába, amellyel még közelebb hozta a klasszikusokat a ma emberéhez. Ezután a Ritmus Akrobaták, vagyis a Fricska táncegyüttes fiataljai különleges koreográfiájukkal hívták fel a figyelmet a magyar és a Kárpát-medencei néptánckultúra gazdag kincseire. A műsor után Gabi Triál csapata egy látványos és egyben szórakoztató extrém kerékpáros triál bemutatóval kedveskedett a tarcali napokra kilátogatóknak. A feladatok megvalósításában Butta László polgármester és a helyiek is szerepet vállaltak. Lassan egy biztosan megállok, mert pontosan jó legyen az ugrás. És ennyi az egész! Ujjongás! Még egy bátor ember tartalom! Onnan jön már valaki, ott egy hölgy! Szevasz! Te! Mondj egy nevet, gyere! Dorina! Hú! A legszebb tartani, hogy itt van! Kedves Dorina, feküdjön le ide! Kedves Dorina, kérjen tartsod, tartsa a ból! Jön ez magától, srácok! Tom Peti! Fekete Viktor úr, gyorsan! Srácok, behangolják a bringát, hiszen három embernél! Majdnem több is ennyiket kell ugrani! A fekete lakcipők igazi rock'n'roll hangulatot varázsolt a tarcali napokra. A zenészek Komár László dalaival azokat az érzéseket, hangulatokat hozták felszínre, amiket akkor éltek át, amikor őt hallgatták. Nem csak a zenéjét őrizték meg, hanem a személyiségét is belecsempészték előadásukba. Még az éjjel a hosszú karantén időszak után a tarcali napok programjai gondoskodtak minden korosztály felhőtlen szórakozásáról.